Valahogy irodalmi művekben, hollywoodi filmekben mindig megtaláljuk azt a 19. századi sivatagos, préris amerikai környezetet, amit időnként vadnyugatnak hívunk. Azt kevesen tudják, hogy az első 13 angol gyarmat, vagyis a későbbi első 13 amerikai állam területétől nyugatra elhelyezkedő vidékeket értették alatta. A gyors meggazdagodás vágya ide vonzotta a telepeseket, a bányászokat, de még a fosztogató banditákat is. Így a 19. század végére szép lassan kiszorították az indiánokat a területről. A hollywoodi filmek időnként túlértékelnek vagy félreértelmeznek tényeket a vadnyugattal kapcsolatban, így bátorkodtam most hozni jó néhány érdekességet róla, hogy lássuk az amerikai vadnyugat egykori, valódi arcát. Tartsatok velem! A cowboyok. A vadnyugaton cowboynak, vagyis tehenész fiúnak nevezték azt a fiatalembert, akit szarvas, marha, illetve tehéncsorda őrzéssel bíztak meg. A hollywoodi filmstúdiók az 1920-as évektől foglalkoztak vadnyugati témájú filmekkel, ahol tévesen mutatták be őket afféle vadnyugati kalandorokként, azonban ez nem így van. Egyszerű csordapásztorok voltak, akik alkalmanként lőfegyvert is tartottak maguknál. Arizona államban viszont a cowboyok megnevezése mögött bűnözőket értettek. 1881-ben egy San Franciscói kutató jegyezte fel utazásai során, miszerint a cowboyok a legkegyetlenebb kívülállója vadnyugatnak. Ezt azért írta fel, mert abban az időben létezett ott egy bűnbanda, aminek a tagjai cowboyoknak nevezték magukat. A visszaemlékezések szerint egy egyszerű utonállónál, rablónál sokkal veszélyesebb egyének voltak. A közhiedelemmel ellentétben viszont a szarvasmarhákkal foglalkozó cowboyok nem hordtak nagy karimájú kalapot, amit a korszakban csak 10 galonos kalapnak neveztek. Azt a fejviseletet Hollywood vitte be a köztudatba, míg a valóságban akkora fejfedőt nem hordtak akkor. Nem tellett rá nekik. A fegyver szava. A vadnyugatra jellemzőek voltak bizony szigorú törvények. Az egyik ilyen a fegyverviseléstől szólt, ami sokkal szigorúbb volt, mint a 21. századi amerikai fegyverviselési törvények. Ha valaki betért egy városba, akkor a sheriff irodájában kellett jelentkezni vizitre, ahol le kellett adni a fegyvereket. Cserébe pedig valamilyen bilétát vagy számot kapott a tulajdonos, mint egy ruhatárban. Ha az illető végzett a dolgával a városban és távozni kívánt, csak akkor vehette vissza a fegyverét és állhatott tovább. A városlakókra ez nem vonatkozott, míg a legtöbb helyen egyáltalán nem birtokoltak se pisztolyt, se puskát, addig a kivételesebb és veszélyesebb környékeken a lakóknak a törvény engedélyezte, hogy tartatnak maguknál fegyvert, de csak a házukban, és azt nem viselhetik utcán, és nem vihetik magukkal a birtokukon kívülre. Haláli fényképek. Azért, hogy a tolvajokra, a haramiákra ráijesszenek, több vadnyugati városban elterjedt szokássá vált a levadászott vagy hirtelen elhunyt bűnözők esetében a holttesteik lefényképezése. A fényképezőgép feltalálásával könnyedén kirakhattak így olyan képeket a városba, amiken figyelmeztették az ide tévedő idegeneket, hogy a balhét jobb elkerülni errefelé. Ahol a fényképezőgép még nem volt elterjedt, vagy nem volt lehetséges, ott a holttestet közszemlére tették egészen bomlásig. Ám ezt a lakók sem szerették, mert könnyedén betegségeket terjeszthetett, na meg a bűzről ne is beszéljünk. Ezért inkább mindent megmozgattak azért, hogy szerezzenek egy fotográfust, aki lefényképezi a tetemet, mielőtt föld alá temetik azt. A fesztiválok. Buffalo Bill Cody és Wild Bill Hickok a két legismertebb fegyverforgatója és színésze Amerika vadnyugati korszakának. Olyannyira, hogy a két elvetemült csirkefogó a saját történeteikből még hakniturnékat is szerveztek. Buffalo Bill megszervezett egy utazós fesztivált, amit Buffalo Bill vadnyugati showjának neveztek el. Bill számos szereplőt alkalmazott, köztük a híressé vált Hickokot is, de volt, hogy indiánokkal is dolgozott együtt. Nem csupán kiállításokat, standokat rendeztek be, de a show részeként bemutattak egy komplett postakocsi rablást is, amiket általuk verbuvált cowboyokkal, statisztákkal mutattak be. 1902-ben külön filmfelvétel is készült arról, hogy Buffalo Bill és társulata vadnyugati parádé felvonulást tart. Ha rossz idő volt, akkor Buffalo Bill és Hickok beltéri színpadi előadást tartottak,
ami körülbelül annyiból állt, mintha az emberek tűz körül ücsörögnének és valaki előadna egy vadnyugati történetet. Na most ezt a lehető legkevesebb színpadi mozgással mesélték el, és rettentő unalmasan. Olyannyira már, hogy jellemzően a nézők kínjukban már nevettek a szituáción. Hickok egy alkalommal részegen lépett fel, és olyannyira bepipult a publikumra, hogy pisztolyával kilőtte a színpadi világítást. Az első pisztolyöves párbaj. Az első feljegyzett vadnyugati dupla pisztolyöves párbaj Wild Bill Hickok nevéhez köthető, aki a korszak leghírhettebb fegyverforgatójának számított. Hickok egy David Tutt nevű férfival került összetűzésbe, akivel pénzbeli nézeteltérése akadt. Tutt ugyanis egy szerencsejáték során a játékosokkal titokban megállapodott Hickok kisemmizéséről és elüldözéséről a városból, azonban Hickok nyert. Tutt viszont a pénz megadása helyett egy korábbi alkutárgyát képező lóért akart követelni $40. Hickok odaadta a pénzt, mire Tutt még $25 akart kiszedni belőle, azonban látta, hogy nem igazán tudja elérni a célját, ezért elvette Hickok zsebóráját az asztalról. Másnap, 1865. július 21-én a Missouri állambeli Springfield főterén Hickok szóban igyekezte megértetni Tuttal, hogy ostobaságot csinált előző nap. Délután 6 óra előtt pár perccel Hickok megjegyezte, hogy Tutt ne merjen az utcasarkon mutatkozni az ellopott zsebórájával. Erre mindketten az oldalukon levő pisztolyért nyúltak, kis hezitálás után fegyvert rántottak. Hickok probléma nélkül azonnal szíven lőtte Tuttot. Az aranyvárosok. A kaliforniai aranyláz mindenkit megőrített. Az aranylelő helyekkel rendelkező bányavárosok ezért hatalmas üzletet csináltak. Mivel nagy volt az igény ott az albérletekre, telkekre, ingatlanokra, ezért azokat mind csillagászati áron adták bérbe vagy adták el. Ha valaki ott akart élni, mert abban reménykedett, hogy meggazdagszik néhány óra munka alatt a bányában, akkor bizony leeshetett az álla a boltokban. Hiszen valamennyi élelmiszerért az akkori piaci árnak a többszörösét, időnként a százszorosát is ki kellett fizetni. Egy darab tojás $3 került, ami ma körülbelül 30 ezer forintot jelentene. Egy aranyásó a bányában naponta $10-15 keresett. Hiába kerestek jól a bányászok, a város kizsigerelte őket anyagilag. A legveszélyesebb város. A vadnyugat közel sem volt egyébként olyan veszélyes, mint ahogy azt a hollywoodi filmek lefestették. A törvényeket mindenhol többségében betartották és betartották, a fegyverviselésre vonatkozóan pedig szigorú irányelveket írtak elő. Egy város viszont különösen veszélyes volt, ahova az ember nem szívesen ment látogatóba. Ez a Kansas állambeli Dodge City volt. A gyilkosságok aránya itt volt a legmagasabb. Arányában 165 lakosra jutott 100 ezer emberölés. Vagyis csaknem 10 év ott töltött idő alatt legalább egyszer egy lakó megtapasztalhatta, hogy milyen az, amikor az életére törnek. A bankrablás. A közhiedelemmel ellentétben nem sok bankrablás történt a vadnyugaton. Ennek nagyon egyszerű oka van. A legtöbb városban ugyanis a sheriff irodája a bank mellett és a postahivatalhoz közel helyezkedett el. Az első bankrablás mégis elég különös helyzetet teremtett. 1863-ban történt, amikor egy Edward Green nevű részeges postamester eladósodott és hirtelen csak egy utat látott a sok adósságból. December 15-én bement a bankba, ahol aznap csak egy 17 éves fiú, a bank elnökének fia foglalt helyet. Green ezt látva hazament, előszedte a lőfegyverét és fejbe lőtte őt, majd meglépett $5000 készpénzzel. Mivel nem tudta senki, hogy ki volt a bankrabló, Green fellélegzett, hogy senki se gyanakszik rá. Azonban, mikor a bankrablás után hirtelen minden adósságát ki tudta fizetni, a városban terjedt a szóbeszéd arról, hogy eladósodott emberként mégis hogyan tollasodhatott meg ilyen könnyedén. Egy hónappal később beismerte a tettét, és az igazságszolgáltatás hosszú eljárás után végül meghozta a döntést. Edward Green lett az első ember a történelemben, akit 1866-ban egy bankrablás miatt akasztottak fel. A bölényírtás. A 19. századi Amerikai Egyesült Államok területén, de főleg a Mississippi környékén rengeteg amerikai bölényt írtottak ki, főleg az amerikai hadsereg katonái. Erre azért került sor, hogy az indiánok lehetséges élelem forrását gyérítsék. A bölény, vagyis a Buffalo neve után kapta Bill Cody a Buffalo Bill ragadvány nevet, mivel a hadseregben töltött ideje alatt közel 4000 állattal végzett.
Egy amerikai ezredes szájából származik az a kijelentés, miszerint egy megölt bölény hosszú távon egy indián éhenhalását okozza. Nektek van kedvenc vadnyugati történetetek? Válaszaitokat hozzászólásban várom. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek pedig nyomd meg a like gombot, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában, és Patreonon is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!